Változtak a sportolás szabályai, és kötelezővé tették a maszk használatot a tolnai közterületeken. Appelshofer Ágnes polgármester nyomatékosan kér minden lakost, tartsa be a korlátozási intézkedéseket. Ez alól értelemszerűen a zöld területek, amiből egyébként elég sok van a városban, ott nem kell maszkot hordani, és sportoláskor sem kell maszkot hordani. Az összes intézkedés, ami egyébként a járvánnyal és a járványügyi vészhelyzettel kapcsolatban megjelent, az nem csak helyi, hanem országos szinten is egyező, tehát mindenhol gyakorlatilag az országban ugyanazok a szabályok érvényesek. Ez történetesen azt jelenti, hogy sportlétesítmények csak versenysport használatára lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy ugyan nyitva vannak a sportcsarnokok, a kajakház, a focipálya, de ott amatőr sportolók, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy baráti társaság nem mehet be röplabdázni, teniszezni, focizni, de a sportegyesületek igazolt versenyzői versenyezhetnek és edzhetnek ott továbbra is. Ha verseny van, akkor azokat csak zárt kapus rendezvények keretében lehet megtartani, tehát gyakorlatilag nézők nélkül. Tudomásom szerint egyébként a sportegyesületek is próbálják egy kicsit csökkenteni az edzések számát, akár meg is szüntetni, mert hogy függetlenül attól, hogy szabad tartani edzéseket, azért valamennyien tudjuk, hogy ez egy magas kockázat egyébként, főleg egy csapatsportnál, ahol több gyermek vagy felnőtt egy légtérben, még ha az a légtér nagy is, egy légtérben van, és a vírus azért nagyon könnyen terjed, hiszen ott aztán nincs szájmaszk. Az intézmények tekintetében tudható, hogy a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár ugyan nem zárt be, de látogatókat nem fogadhat. A könyvtárban előzetes bejelentkezés alapján lehet cserélni könyveket, ez azt jelenti, hogy valaki e-mailen, telefonon, közösségi oldalon megírja, hogy milyen könyvet szeretne, becsönget, és akkor azt a kolléganők az ajtóban átadják az ő számára. Egyébként semmilyen más rendezvény, kulturális rendezvény és közösségi rendezvény nem lehet az intézményben. Ugye nálunk a Tolnai Kulturális Központ egyik telephelye, a központi telephelye az úgynevezett Lovarda, az egy sportterem is, tehát értelemszerűen gimnáziumi tornaórák és edzések lehetnek, de másfajta rendezvény nem lehet. Úgyhogy az ott dolgozó kollégák készülnek a jövőre, és igyekeznek esetleg olyan interaktív, közösségi, kulturális, közművelődési dolgokkal szórakoztatni bennünket, ami egy kicsit könnyebbé teheti most is a hétköznapjainkat. És még egyszer mondom, készülnek a jövőre, és remélem, hogy ez a jövő, ez minél előbb bekövetkezhet. A Családsegítő Központ működik, de az idősek klubja nem fogad látogatókat. Azokat az időseket, akik a Tolnai vagy a Mőzsi telepén szokták tölteni a napjaikat, saját otthonaikban, ha szükség van rá, ellátják. Tehát ez azt jelenti, hogy egyébként is ez az idősek nappali ellátása, ez a reggeli órától a kora délutáni órákig van, tehát ott szoktak az idősek bent lenni, de erről én korábban döntöttem, hogy ezeket a létesítményeket bezárom, hiszen itt kifejezetten idős emberek szoktak lenni, és úgy tartottam biztonságosnak, hogyha ők nem együtt vannak, hanem külön-külön mindenki az otthonában, és a Családsegítő Központ dolgozói pedig segítségükre vannak bevásárlásba, mosogatásba, takarításba esetleg, úgyhogy ők ebben a feladatukban is nagyon jól helytállnak. Ugyan a köznevelési intézmények közül az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik, de azt azért el kell mondanom, hogy a Vosinszky Mór iskolának a Bartók Béla utcai felső tagozatosokat tanító része bezárt erre a hétre. Ez az ötnapos rendkívüli szünet azért volt indokolt, mert nem is annyira a gyerekek, hanem inkább a pedagógusok betegedtek meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy a lényeg szempontjából mindegy, hogy covidos vagy nem covidos ez a pedagógus, de nem tud órát tartani, és már olyan magas számú volt a pedagógusok megbetegedése, hogy nem tudták megoldani a biztonságos oktatást ebben a létesítményben, úgyhogy ott rendkívüli szünet van. Az óvodák ugyan önkormányzati fenntartásban és működtetésben működnek,
viszont bezárni az önkormányzatnak, vagy rendkívüli szünetet elrendelni nincs lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az oktatási hivatal az a népegészségügyi hivatal ajánlása alapján, aki a szünetet elrendelheti. Jelen pillanatban a Gesztenye és Kert óvoda mind a három csoportja bezárt. Itt sajnálatosan a pedagógusok lettek Covid pozitívak, így nincs lehetőség a létesítmény működtetésére. Három csoportról van szó, és a Pitypang óvodában a 6 csoportból 2 az, ahol pedagógusok megbetegedése miatt karanténba küldték a gyerekeket, tehát bezárták a csoportot, és gyerekek nem járhatnak óvodába. Éppen ma délelőtt beszéltem az óvoda vezetőjével, vagy az óvodák vezetőjével, és azt mondta, hogy ahol felbukkant esetleg, akár szülőről tudomást szereztek a szülők, hogy pozitív van a gyerekek szülei között, inkább önként nem viszik a gyermekeket, és én ezt egyébként helyesnek tartom. Ha meg tudják oldani, akkor jelen pillanatban az a jó, hogyha mindenki otthon van, hiszen a gyerekek nem feltétlenül lesznek betegek, de mindenképpen lehetnek vírushordozók, és amikor a nagymamát vagy a dédpapát megölelik, akkor nagyon könnyen esetleg egy tragédiába torkolhat ez a szeretet, és hát nem kéne ide eljutni, úgyhogy jelen pillanatban is azt kérem mindenkitől, hogy lehetőség szerint maradjon otthon. Ugyan nem önkormányzati fenntartású, hanem egy Szekszárddal közös intézmény a Tolnai Idősek Otthona, mégis fontos róla beszélni. Ahol nem titok, hogy nagyon sok COVID-pozitív idős ember volt, és nagyon sokan kerültek, viszonylag sokan kerültek kórházba. Azt azért el kell mondani, hogy nem azért kerültek kórházba, mert az állapotuk olyan rossz volt, hanem azért, mert igazgató úr úgy látta jónak a helyi vezetővel együtt, hogy van arra lehetőség, hogy elkülönítsék ezeket az időseket az egészségesektől, akkor ezt tegyék meg. Tudomásom szerint az ott dolgozó háziorvos PCR-teszteket, tehát vizsgálatot végzett a tekintetben, mind a dolgozók, mind az ápoltak tekintetében, hogy ki a pozitív és ki nem. És így derült ki az, hogy nagyon sok idős és jelentős számú dolgozó is COVID-pozitív lett, de jól vannak. Éppen igazgató úrral is néhány perccel ezelőtt beszéltem, már jönnek vissza az idősek a kórházból, nagyon kifertőtlenített intézményben, lakószobákban várják vissza ezeket az időseket, és a dolgozók közül is talán a napokban már az első jön vissza, hiszen azt se felejtsük el, hogy itt nagyon megterhelő ezeknek az idős embereknek a gondozása, főleg úgy, hogy a betegség mellett ugye nem fogadhatnak látogatókat, nem mehetnek ki, tehát gyakorlatilag személyes külső igényt nem éri őket, és még jobban oda kell figyelni mentálisan is ezekre az idős emberekre. Sajnos, mint ahogy mondtam, a zápolók között is elég sok a beteg, úgyhogy más intézményből átcsoportosított igazgató úr munkaerőt, és besegítenek, de jó úton haladnak a dolgozók is, és jönnek vissza dolgozni, hogy még szebbé, vagy otthonosabbá, kellemesebbé tegyék az idősek ellátását. A tolnai polgármesteri hivatal is bezárja kapuit, természetesen ez csak a személyes ügyfélfogadást érinti. Űrlapok vannak a bejárat mellett. Általános űrlapok azok 7 mindennapján. Azok a segélykérelmek, amik kifejezetten ügyfélfogadáshoz kötöttek, amikor a keddi és a pénteki napokon szokták ezeket leginkább igénybe venni, azok kedden délelőtt, kedden délután és pénteken délelőtt kerülnek kihelyezésre, és egy gyűjtőládába kell bedobni őket, a kitöltött adatlapokat. Egyébként telefonon, e-mailen és az elektronikus ügyfélfogadási rendszeren keresztül a kollégáim továbbra is állnak az ügyfelek rendelkezésére. Jegyzőasszonnyal egyeztetve úgy állapodtunk meg, hogy itt is lehetőség szerint egy irodában maximum egy ember dolgozik, tehát többen dolgoznak távmunkával, otthoni munkával. A fennmaradt szabadságokat igyekszünk kiadni, tehát itt is vigyázunk egymásra, és én mindenkitől azt kérem, hogy otthon is, és másutt is vigyázzanak egymásra, hordjanak maszkot,
Tolnán kötelező, de ha nem volna kötelező, akkor is azt ajánlanám mindenkinek. Ez csak tényleg egy maszk, és lehet, hogy kényelmetlen, de sokkal kényelmetlenebb következményei lehetnének.